Ez jellemezte a májusi kihajtásokat, melyeken Varga Judit, Csuti vezetésével a Hajdúszoboszlói Porszemlovas Egyesület több tagja részt vett május első két szombatján. Lovasaink Hortobágyon és Nádudvaron is segítettek a gulyának a nyári szállásra találni. Összeltangjaink már többször lepróbálták a főbb marha hajtási útvonalakat, a kihajtás azonban teljesen más, mint amikor befelé kell terelni a gulyát. A tavaszi tempó idén leginkább egy marhavágtára emlékeztette a résztvevőket. Aki ismeri az állatokat, tudja, hogy a hasukért és a faj fenntartásért mindenre képesek. A több hónapja legelőn összeszokott gulya pedig nem vágyik másra, csak pihenni egy kicsit a téli szálláshelyen, ahol általában kajaügyben jobb a kínálat, mint a hortobágyi pusztán nyár végén és ősszel. Nagyjából így lehetne a ki- és behajtás közötti különbséget megfogalmazni, na meg hozzátenni azt az apró tényt, hogy kihajtáskor sokszor több kisebb csapat ismerkedik egymással, behajtáskor pedig már egy összeszokott állatsereg vonul, ahol mindenki tudja a helyét. Tiszteletben tartja a legelőn kialakult rangsort. Nos, május 2-án és 9-én még nem tudta mindenki a helyét. Az újak között még nem minden marha vágta a kikicsodát, főleg pár bika volt túl bátor, és persze akadtak másképp gondolkodó, roppant okos üszők, akik többször is megviccelték a hajtókat. Varga Judit és Székely Rella például lovasfürdőzést tartott, a több mint 20 kilométeres távon több boci ugyanis a vizen keresztül próbált menekülni. Nagy Adrien pedig bújócskázott a ligetek mélyén megbúvó szürkékkel, de ne rohanjunk ennyire előre. Mindkét alkalommal külön feladat volt még indulás előtt az ovis csoport befogása, a kicsik ugyanis nem bírták volna a hosszú távot. A párnapos borjakat külön szállítóeszköz vitte a legelőre. Aki pedig útközben fáradt el, annak rendelkezésére állt a speciális lótaxi, egy lovas és két lovas kivitelben. Vándor, a hortobágyi Nónius és a fogatos hidegvérűek mindenben rendelkezésre álltak, hála gazdáik remek kiképző munkájának. Váncsa Józsi bácsi fogata egyébként több ponton is életmentőnek bizonyult. Nádudvaron rögtön kora reggel igazi bika balhét láthatott a hajtósereg. A két francia már indulásnál beszólt egymásnak. Ahogy nyílt a karámajtó, egyből megbeszélést tartottak. A kigyúrt fiúkat Kis Lajos Vándorral, Fülöp Attila Mirzával és ifjabb Fülöp Attila Lizával próbálta szétválasztani. Kis Lali karikása aránylag sokat segített a meeting rövid lezárásában. A férfias virtus menet közben sem lankadt. Máté, a fiatal bika túl sokat képzelt magáról, és belekötött Gyulába, aki hamar helyre tette. A forró fejű Serolét, Scoopy csapa gulyás mentette meg a rutinus magyar szürke szarvai közül. A legbátrabb ló ismét Konrád, Csillag és Karola volt, Adrien, Rella és Zoványi Réka irányításával. Horváth Gabi kancái, Katány és Gerlice remek munkát végeztek. Gabi és Boros Pisti támogatásával. Madarász Lilla fiatal hátasának, Némónak kicsit sok volt a franciák vitája, a két tonna találkozása kiverte nála a biztosítékot, és egy rövidre fogott rodeó bemutató után, ha nem is szó nélkül, de hazamentek. Niki és a pici Elliot jól vizsgáztak életük első kihajtásán, bár beavatásnak kicsit erős volt a kezdet. Mint mindig, most is Lieszkowski Veronika fotózta végig a menetet. Útközben nem csak az akciókra figyelt. Végzettsége szerint a porszem egészségügyise, aki felszavakból is megérteti magát az állatokkal. Felcserként mindig szuper munkát végez, és most lelkileg is támogatta az egyedül bandukuló üszőket. Szokai Szilvi Hortobágyon és Nádudvaron is remek videókat készített, hogy az utókor láthassa, milyen volt 2020-ban a kihajtás. Az Egyesület krónikása, Kis Klára, aki Kádársanyi bácsitól kapta a megtisztelő feladatot, szintén rögzített pár képkockát, ami híradó stílusban visszaadja az idei kihajtás pillanatait. A csaknem 300 marhát most 12 lovas és népes gyalogos csapat kísérte. A hajtók roppant lelkesek és ügyesek voltak.
Mint legfiatalabb terelő, Kovács Dénes jelent meg, akinek a dédpapája is gulyás volt, édesanyja Macik Erika, aki nem más, mint Nádudvar polgármester asszonya, pedig évekkel ezelőtt támadta meg a Magyar Szürkék útját egy pályázat keretében, melynek megvalósításában több Hajdú-Bihar megyei település vesz részt. A kihajtás során az érdeklődők ízelítőt kaphattak a régi korok világából, felelevenedett a múlt, életre keltek a nagyszülők meséi. Pár órára mindenki megfeledkezhetett a 21. századról. A feladat, az állatok, a népi használati eszközök, a karikás, gulyásbot, a cserépedény és az abba való ételek kiszakították a résztvevőket a mai valóságból és visszarepítették őket a Hajduk világába. Az idegenforgalmi szempontból is érdekes produkciót maguk a tulajdonosok tették emlékezetessé. Kis Gézáné Marika néni turisztikai szakemberként került a Hortobágyra, csak nem 3 évtizeddel ezelőtt fogott bele az állattenyésztésbe, tapasztalatait elsősorban saját vállalkozásában szerezte. Kánad Józsi bácsi családjában több mint 200 éve száll apáról fiúra a mázas kerámia készítés mestersége, mely szorosan összefügg a pásztorkodással, a hagyományokkal és természetesen a slambuc főzéssel. A vasfazékban most is a szigorúan 33-szor megforgatott, jól lepirított népi étel várta az éhes csapatot. Kiegészítésnek egy nagy kondér racka pörköltel és dínyertes süteményekkel kedveskedtek a gazdák az ügyes önkéntes hajtóknak. Természetesen a korlátozó intézkedések betartásával, a komolyan vett fertőtlenítési rituálik biztonságában sikerült mindent és mindenkit a helyére tenni. A gulya az itató mellett delelt, a lovak élvezték a végtelen legelőt. Ebéd után a legfáradtabb hősök pihentek kicsit a visszaút előtt, a gyerekek megcsodálták a májusi pusztát, ahol minden szál fű várja már az éltető esőt. A kihajtásokon résztvevők megállapították május 2-án Hortobágyon, és május 9-én a borzasi legelőn is, hogy a Hortobágynál nincs szebb hely a világon.